Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió hétfői híradóját látják. Először nézzük fontosabb híreinket röviden. Életbe lépett a vörös kód, harmadfokú riasztást rendeltek el a kánikula miatt. Véget ért a Volt, 2 év kihagyás után tarthatták meg ismét a fesztivált a szervezők. És befejeződtek a vizes világbajnokság C csoportjának mérkőzései. A soproni Löveru Szoda jelesre vizsgázott. Életbe lépett az országos tiszti főorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás, ami hétfő 0 órától csütörtök éjfélig tart. Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 egymást követő napon eléri a 27 Celsius fokot. A GYESEV munkatársai a hőségriadó alatt vizet osztanak az utazóknak. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a hőségriadóról szóló közleményükben kiemelik, a nagy melegben mindenki ügyeljen a fokozott folyadékbevitelre. Kerülje a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők és a zsíros ételek fogyasztását. Senki ne tartózkodjon 11 és 15 óra között a tűző napon óvintézkedések nélkül. Védje bőrét a leégés ellen megfelelő öltözködéssel, szellőző ruházattal és napvédő készítményekkel. Különösen figyeljenek erre a szabadtéren dolgozók és a szabadtéri rendezvények résztvevői. Kérték továbbá, hogy a járművezetők fokozottan figyeljenek, vezessenek óvatosan, mert a nagy meleg könnyen dekoncentráltságot okoz. Figyelmeztettek arra is, hogy sose hagyjon senki gyermeket, állatot a tűzőnapon parkoló autóban, mert ilyen időben akár 70 Celsius fok fölé is emelkedhet a jármű belső hőmérséklete. Aki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot látna, hívja a 112-es segélyhívószámot. A hőségriadó alatt a GYESEV munkatársai vizet osztanak a soproni vasútállomáson az utazóknak. A vasúttársaság felhívja az utasok figyelmét, hogy hosszabb utazás esetén megfelelő mennyiségű folyadékot vigyenek magukkal. A GYESEV ZRT a hőhullám végéig folytatja a vízosztást 10 és 18 óra között. A vasúttársaság a nagy hőségben a munkatársai számára is folyamatosan biztosítja megfelelő mennyiségű hűtött víz fogyasztását. Vasárnap hajnalban véget ért a 30. Volt Fesztivál, amelyet 2 év kihagyás után tarthattak meg ismét a szervezők. Az 5 napos rendezvénysorozat látogató számait tekintve a csúcsot a pénteki és a szombati nap hozta. A nemzetközi és hazai sztárok koncertjei mintegy 20 000-es közönséget vonzottak. 2 év kényszerpihenő után magasra tették a lécet a Volt Fesztivál szervezői, mind a zenei kínálatban, mind a kiegészítő programok terén. Ezt tükrözte az 5 napos programsorozat idei szlogenje is, vannak fesztiválok, és van a Volt. Egy hatalmas bulival indította be az idei fesztivál szezont a Volt, az első napon a Muse koncertjével, majd csúrjáztak a nemzetközi sztárok és a hazai zenei élet legjobbjai. A szervezők a fesztivál záró közleményükben kiemelték: egy bizonytalansággal teljes időben kezdtük az idei Volt szervezését, de most már elmondhatjuk, a várakozásnak megfelelően vettük az akadályt. Az 5 nap során a pénteki és a szombati nap hozta a legtöbb látogatót, közel 20 000-en vettek részt a Sum 41, a Pendulum, a Halott Pénz és Majka és Curtis koncertjeim. A fesztiválon a színpadi programok mellett számos civil szervezet tevékenységét is megismerhette a közönség. 80. alkalommal tartotta meg Jézus szíve ünnepét a soproni Jézus szíve templom. A 3 napos ünnep vasárnap egy körmenettel és egy ünnepi szentmisével zárult, amelynek apropóját az adta, hogy egy 14 millió forint értékű felújítás fejeződött be a templomban. A soproni Jézus szíve templom minden évben megtartja a Jézus szíve búcsúját és az ehhez kapcsolódó körmenetet, amely Isten szeretetére hívja fel a figyelmet. Ami igazán emberré tesz bennünket, az éppen a szeretet, hogy képesek vagyunk szeretni, viszont azt is érezzük, hogy bizony időnként gyengék vagyunk, nem tudunk jól szeretni, egészen szeretni, hiányos a szeretetünk, ezért szükségünk van a megújulásokra, és éppen ezért Jézus szeretete, amit az Atya iránt, az emberek iránt kifejezett, ez előttünk áll példaként. Emlékeztet bennünket, hogy a szeretetnek a természete a teljes önátadás és az áldozatvállalásnak a készsége. Idén nem csak a Jézus szíve ünnep 80. évfordulója adta az ünnep apropóját, a templomban lezárult egy nagy volumenű felújítás is. Sikerült a templom színes ólomüveg ablakait felújítatni, ezek mechanikailag eléggé sérültek voltak, illetve hiányosak, úgyhogy ezt sikerült megújítani, ehhez még a kedves hívek adományai is szükségesek voltak,
és ezzel a lendülettel úgy gondoltuk, hogy egy kicsit folytatjuk a felújítást, rendbehozattuk a templomnak a kertjét, valamint a szentélyben ötvös tárgyakat restauráltattunk, és elég rossz állapotban volt a főoltárnak a tabernákulum ajtaja, ezt is sikerült restauráltatni. A 14 millió forintos kormányzati támogatásból felújított épületet dr. Veres András megyés püspök áldotta meg. A Szent Misén részt vett Barca Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője is. Ez a fejlesztés része a magyar templomfelújítási programnak, ami Sopronban 7 helyszínen, Sopronban és térségében pedig 23 templomot érint közel 400 millió forint értékben, és azt gondolom, hogy ez egy óriási öröm, és bizony a világháború óta nem volt ekkora templomfelújítási program Magyarországon, mint amit a tavaly évben az Orbán kormány elindított. Az ünnepi Szentmisén jelen volt Tóth Éva, a Jereván település részi önkormányzat elnöke, valamint Magas Ádám önkormányzati képviselő is. Szombaton este országszerte kitárultak a múzeumok kapui. A Soproni Múzeum 5 különböző helyszínen kínált érdekességeket a látogatóknak. A Károly kilátó, a Kőhalmi Vadászati Múzeum, valamint az Erdőháza Ökoturisztikai Látogatóközpont szintén meghosszabbított nyitvatartással várta az érdeklődőket. A Macskakő Gyermekmúzeumban a múzeumok éjszakája alkalmából új kiállítás nyílt, Átváltozás, mivé lett régi ruhám elnevezéssel, mert Molnár Alexandra Fotini márka nevű újrahasznosított ruháit tekinthették meg az érdeklődők. Ezt követően a művész és a Macskakő Gyermekmúzeum csapata gombékszer készítő workshopra invitálta a jelenlévőket. Amit én nagyon fontosnak tartok, az a fenntarthatóság és az újrahasznosítás. Varrok. Legfőképpen olyan használt és megvont textileket próbálok új formába hozni, amik egyébként szemétbe kerülnének, vagy kidobásra kerülnének. Hát itt a kiállításon többféle dolgot is meg szeretnék mutatni. Egyrészt, amiről már talán így hallhattak, a használt farmer jackiket, a Mandragora Design kézzel készített bőrcipőjének a hulladékbőreivel újítok föl, ebből látható itt most néhány. Ezen kívül használt férfi ingekből készítek felsőket, ruhákat, és hát gyakorlatilag mindent, ami a textil készítésem során hulladékká válik, vagy meg már eleve hulladékká vált ruhák, kinőtt, megvont használt ruhákat alakítok át, és igazából próbálok mindenből valami újat, valami újra használható dolgot kitalálni, alkotni. A Lenkvilla idén is változatos előadásokkal, rendhagyó tárlatvezetésekkel és koncerttel is készült a múzeumok éjszakájára, melynek az idei mottója újra gombolt hagyományok. Ami pedig a ma estét illeti, az, hogy én miről tartok ki előadást, az éppen kilóg egy kicsit a sorból, mert én nem egy hagyományról beszélek, bárha úgy veszük, akkor nagyon sajnos nagyon régi tradíció, hiszen mióta létezik az emberi társadalom, azóta léteznek háborúk is, és ennek most épp adja az aktualitását, amit mindjárt tudunk, a szomszédban éppen háborúznak. És én szeretném egy kicsit átbeszélni a látogatókkal, vendégekkel, érdeklődőkkel, hogy miért háborúzunk, mi egyfolytában emberek, mert hogy folyton háborúzunk, és hogy azt hogyan tesszük meg, hogy hogyan próbálunk békét kötni ezek között a háborúk között, ami hozzáteszem nagyon elenyésző időszak ahhoz képest, hogy milyen tartósan és hosszan zajlottak és zajlanak sajnos mai napig ezek a konfliktusok a világban. Az Erdőháza Ökoturisztikai Látogatóközpont a megszokott módon számtalan programot kínált a látogatóknak. A résztvevők megismerkedhettek az éjszakai erdő hangjaival, de a Budapesti Távcsőcentrum a csillagok világába is elkalózolta az érdeklődőket. A legkisebbeket gyereksarok, a nagyobbakat előadás várta. Az előadásban mesélni fogok arról, hogy az erdélyi éjszakában milyen hangokat lehet hallani, azokat milyen állatok adják ki, és hogy az erdélyi éjszakában hogyan viselkednek az állatok, és mit csinálnak éjszaka. Az Erdőháza látogatóközpont legnépszerűbb helye a gyerekek körében a múzeumok éjszakáján is a Vadaspark volt. Helytörténeti sétára invitálta az érdeklődőket a Vándorfer Hagyományőrző Egyesület szombaton. A rendezvény keretében a bánfalvi malmok történetét ismerhették meg a résztvevők. Az esemény egyik fő helyszíne a Kárpáti Malom volt, ahol képkiállítással és finomságokkal is készültek a túrázók számára. Az eseményen a Testvériség Tánc Együttes Molnár Táncok című műsorát tekinthették meg az érdeklődők. Bánfalván 7 malom működött, amelyek jelentős szereppel bírtak a település életében. A helytörténeti rendezvény egyik kiemelt helyszíne a Kárpáti Malom volt,
ahol a malom történetét és titkait ismerhették meg a résztvevők. A helytörténeti séta alkalmával 6 darab malmot érintünk, és az utolsó helyszínünk a csodálatosan felújított Kárpáti malom. Ez a helyszín tökéletesen alkalmas Molnár táncok bemutatására, és ezt a testvériség német nemzetiségi néptánc együttes előadásában csodálhattuk meg. A Kárpáti malom tulajdonosai az elmúlt években folyamatosan dolgoztak azon, hogy visszahozzák a legendás épület régi fényét. A három kőjáratos épületben egy kiállítást is kialakítottak, ahol a 300 éves malomhoz kapcsolódó eszközöket és tárgyakat is megismerhetik a résztvevők. 300 éves, javarészt a családunk tulajdonában lévő vízimalmot 13 évvel ezelőtt kezdtük el felújítani, és most jutottunk el arra a szintre, hogy van egy működő vízimalom, amely egy párját ritkító ipari műemlék, itt a közeli környéken sehol nem található ilyen, és ez az egyik dolog. A másik pedig, ami még egy nagy szó, hogy a malomhoz tartozó késő barokk épületegyüttes is időközben felújításra került, és számukra egy óriási nagy öröm, hogy tulajdonképpen a Kárpáti malomnak a névadója az én zeneszerző nagyapámnak a zenei hagyatékát sikerült feldolgozni. A Soproni Színház is bemutatta most nem olyan régen a Árnyérus és Tündérina című táncjátékát. A Szombathelyi Szimfonikus Zenekar Kőszegen 3 héttel ezelőtt bemutatta a Feltámadás című oratóriumát, tehát most már elkezd élni az ő zenei hagyatéka. Az épületben dr. Kárpáti György, a Kárpáti malom tulajdonosa kalauzolta el a résztvevőket. A programot a Waldorfer Hagyományőrző Egyesület zenés, német nemzetiségi műsorai színesítette. Remek hangulatban és kiváló szervezés mellett rendezték meg Sopronban a Vizes Világbajnokság vízilabda mérkőzéseit. A szombati búcsú méltóra sikerült, hiszen az utolsó napon a férfi szakákban az előző világbajnokság két döntős nemzete, Spanyolország és Olaszország csapott össze egymással. A spanyolok 14-12-re győzték le az olaszokat a lőverúszodában. Június 20-a és 25-e között Sopron adott otthont a Vizes Világbajnokság férfi és női vízilabda mérkőzések C csoportjának. Az egy éve átadott korszerű létesítmény a korábbi vizes versenyeken is jelesre vizsgázott. A világbajnokság óriási megtiszteltetés és egyben kihívás is volt az uszoda számára. A csütörtöki játéknapon a lővérúszodába látogatott Brent Novicki, a finna vezérigazgatója, aki az uszoda adottságait, a szervezést és a hangulatot is kiválóra értékelte. Az elmúlt egy hétben a világ legjobb csapatai mérkőztek meg egymással Sopronban, így a város a nemzetközi vizes sportok térképére is véglegesen felkerült. Marad a kánikula a következő napokban is, az időjárásról részletesen híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelynek vendége Pataki András, a Soproni Petőfi Színház igazgatója lesz. Majd Hajrá Sopron című magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió hétfői híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Kedden tovább fokozódik a hőség, 34-38 fokra számíthatunk. Sok napsütés várható, csak néhány helyre hozhat átmeneti felfrissülést egy-egy zápor, zivatar. Szerdán a Dunántúlon napos, száraz idő várható. Csúcsfőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. Csütörtökön is túlnyomóan napos, száraz időre van kilátás. A kissé szeles időben 35 és 40 fok közé forrósodhat a levegő.